Ebben az évben a Dental World-ön a Smileys kurzus a komplexitás jegyében telik. Várom mindazokat, akik szeretnének egy komplex technikával megismerkedni, és szeretnék praxisukat kicsit színesebbé tenni. A Smileys kurzus két részből áll, egy elméleti és egy gyakorlati részből. Az elméleti részen szó lesz szabályrendszerekről, hogy milyen szabályokat kell alkalmaznunk a komplex technikák tekintetében. Például szó lesz majd személyiségtipológiai szabályokról, arcesztétikai szabályokról, geometriai szabályokról, illetve középvonali rendszerekről, valamint arról, hogy hogyan kell megalkotnunk a mosolyt tudatosan a fehér esztétikát tekintve. A második rész egy nagyon érdekes rész lesz, a komplex megvalósítási technikákat fogom megmutatni esetek kapcsán. Gyakorlatilag azokat az eseteket fogom részletezni, amit majdnem az elmúlt 20 év kapcsán készítettem. Ezekben az esetekben koncentrálunk direkt héjas megoldásokra, komplex héjas rendszerekre, bemutatom, hogy hogyan kell implantológiai munkákra fehér esztétikát tervezni, valamint kivehető és komplex botlásoknál hogyan kell ezeket az elméletrendszereket alkotni. A harmadik fontos része és nagyon izgalmas része a kurzusnak saját hibáimnak a bemutatása, amit az elmúlt 20 évben elkövettem, amikor a komplex eseteket készítettem, és az elmúlt évek alatt rájöttem, hogy ezek a hibák nem mások, mint gyakorlatilag egy-egy szabályrendszernek a figyelmen kívül hagyása. Tehát magát az elméleti részt gyakorlatilag egy szép, komplex szabályrendszerré, egy step-by-step rendszerré lehet összerakni. A második részben egy gyakorlati része lesz a kurzusnak. Ebben a Smileys Aesthetic Design szoftvernek a gyakorlati működését mutatom be esetek kapcsán. Természetesen én is hozok majd eseteket, de várom mindazokat az eseteket, amiket a hallgatósághoz és portréfotó alapján készíthetünk. Tehát a kurzus úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, és megpróbálom azokat a komplex technikákat és szabályrendszereket bemutatni, amiket a gyakorlati praxis során alkalmazhatunk.